egymás között látnak rokonságot, mert egyes részek fedésben vannak egymással, mint amin a német az ógöröggel, vagy angol a némettel, de ez kiadja egy teljes magyar nyelvet, amit onnan lehet tudni, hogy az a teljes, mert akkor újból helyre áll a gyökrendszer tisztasága és a gondolatrendszer egésze. Miért nem ezt tanuljuk? A 17. század végén, 19. század elején Európában furcsa tanok ütötték föl a fejüket, amit úgy lehet mondani, az, hogy a felsőbb rendűség tudata kezdett elterjedni, az Übermensch, stb. Ennek rossz vége lett. Na most az európaiak mindenben úgy gondolták, hogy a világ legfejlettebb népei ők, világ legfejlettebb szellemiséget ők képviselik, a világ legfejlettebb nyelve az övéké. És a 19. század nagyon kevés ismeretére építve elméleteket hoztak létre. Így adódott például, hogy a nyugatiak azok indoeurópaiak. Na most azóta már kiderült, hogy indoeurópai olyan, hogy indoeurópai nincs, olyan, hogy indoeurópai ősnyelv nem létezik, de az a baj, hogy ebben rengeteg hamis eszmére nemzeti eszmények épültek fel, mindmáig tartóan. Na most visszavonni azt, hogy nincs olyan, hogy indoeurópai, nincs olyan, hogy árja, egyszerűen, hogy ezt hivatalosan megtennék, összeomlana a mai hatalmi rendszer. Mert az emberek abban a tudatban élnek. Tehát létrejött az indoeurópai eszmevilág, ami sohasem volt egyéb, mint hogy a hatalmi rendszerek változtak. Úgy tessék elképzelni, hogy állik fegyverzett hatalmas csapatok egyszer csak megjelentek rabolni, betörtek a békés Európába. Itt békés élet volt. Írtottak mindent, amit tudtak, raboltak, stb. Ez több változat volt, ez az egyiknek jó neve van, hogy a kurgán műveltség betört Európába, ez a kurgán műveletlenség. Lényege az, hogy ezek a rétegek, a betört rabló hadak egyszerűen uralkodó réteggé váltak. Aztán jöttek mások is, itt nem a nép cserélődött le, az uralkodó rétegek változtak. Csak hogy ez a hódítói szellem a mindenkori uralkodó rétegben aztán folyamatosan megmaradt. Tehát a nép az ugyanaz. Ugyanaz az ős nyelv van itt teljes Európában, és ez mindenben kimutatható, bármelyik nyelvben. Ugyanez mondható a mi sorsunkra, a Kárpát-medence sorsára is. Hát az, hogy jöttek a hunok, Szóval a butaságot elképzel, jöttek, hogy üres a Kárpát-medence, jöttek a hunok, tele Kárpát-medence. Jöttek vagy 20 000-en egyébként. Tehát nem abból éltek katonák. Aztán elmentek, tehát a hun vezérkar egyszerűen elment, vagy szétszakadt több ágra, stb. És akkor azt mondják, hogy üres a Kárpát-medence. Jönnek a zavarok megint, tele a Kárpát-medence. Elmennek, vagy összeomlik az avar államszervezet, rengeteg avar él ám még itt Magyarországon, azzal üres a Kárpát-medence. Üres, megjelentek a magyarok, megint tele lett a Kárpát-medence. Ez olyan dajka mese, olyan, mint azt mondanánk, hogy aztán megint üres lett az ország, jöttek a szovjet hódítók, tele a Kárpát-medence. Elmentek a szovjet hódítók, üres a Kárpát-medence. Tehát az ősnép az mindig maradt, legfeljebb írtották itt ott őket, de nem a hunok, nem az avarok, nem a magyarok, mert ez rokon társulat. Mindegyik uralkodó réteg, magyar is, hát egy szkíta uralkodó dinasztia. Na most miért van szüksége mindig a teljes lakosság költözgetésére? Azért, hogy kijöjjön az, hogy a magyarok csak a 800 tehát a 900-as évek, vagy a legelején, vagy 895-ben jöttek volna ide. Azelőtt egy se volt itt. Ez azért lényeges, mert az indoeurópai hamistan, a honfoglalás hamistana és a finnugorizmus arra van szükség, hogy ki legyen az indoeurópaiak, meglegyen a bizonyítás, akikben a
akik ez a szlávokat is beszámítják. Tehát valóban volt, de nem honfoglalás volt, hanem egy uralkodó dinasztia megjelent, a magyari urak valóban csodát műveltek itt a Kárpát-medencében pár év alatt Európa nagyhatalmává váltunk. Azok voltunk előtte is, mi, akik itt laktunk, hiszen nem az avarok fizettek adót a bizánciaknak, hanem a bizánciak fizettek nagyon nagy adót az avar, nem az itteni népnek, hanem az uralkodó rétegnek. Tehát az indoeurópaizmus, a finnugorizmus és a honfoglalás az három lába tartó pillére Európa, teljes Európa hamis eszmének. Az ősnyelv szellemiségének a lerombolása mindenképpen sérülés, tehát az emberi szellem lerombolódása. Ez nagyon rossz folyamat, semmi jóra nem vezethet, rossz lesz a vége mindenképp. Mert nem egész, nem kerek a gondolkodás. Tehát nekünk ilyen szempontból rettentően óvatosnak kell lennünk, nem szabad hagyni, hogy azok is a mi szavaink ám, amit itt behoznak, mint idegen szavak, csak azokat már rossz értelemben használják, és lekerekítik, kalodába zárják a jelentést. Mint például azt mondom, hogy jel, akkor azonnal beindul az ember agya a jelentéstől, a jellemig, minden benne van. És ez elveszik, akkor széthullik a mi nyelvünk szelleme is. És miért fontos ez? Azért, mert mi még őrizzük a világ teljességében való gondolkodást. Tehát az egy természet egészében a közvetlen kapcsolatunk megvan. Mi olyanok vagyunk, tehát mi egy szellemi génbank vagyunk ilyen szempontból, mert a nyelvünk végtelen ősi nyelv, tehát minden ismeret, tudás, tapasztalat, megnevezés elképesztően nagy bölcseletet tartalmaz. Régi tudása benne van, csak tudni kell kibányászni. És ez olyan kincs, hogy maradjon meg, mert utolsó esély arra, hogy újból természetes kapcsolatba kerüljünk a világegyetem egészével.